Sziasztok, most egy különleges dolgot fogok megtanulni. Hát nagyon fontos japán kifejezéseket fogok tanítani, amivel bárhol a világon el fogsz boldogulni, hogyha japánokat látsz, és hogyha japán lányok megtetszenek neked. Na, hogyha megvolt a bemutatkozás, és nagyon szimpatikus mondjuk a szemben álló hölgy, akkor megteheted azt, hogy még hozzáfűzzel egy pár szót ehhez az egész bemutatkozós szöveghez, mint például elmondod azt, hogy milyen szép a másiknak az arca, vagy milyen kicsi az arca, mert japánul ez az igazán jó csajozós szöveg, mert minél kisebb valakinek az arca, annál jobban hasonlít egy porcelánbabára. Nagyon-nagyon tudnak neki örülni, úgyhogy ez egy nagyon jó lépés ahhoz, hogy valakit elcsábíts Japánban, vagy japánul. Próbáljuk meg. Jó, akkor... A szöveg az úgy fog hangzani, leírom neked egy kicsit ilyen magyarosabb verzióba, hogy könnyebb legyen elmondani, hogy... Okaoga. A kedves kis arcod. Chisakute. Chisakute. Pici. Kawaii desu ne. Kawaii desu ne. És milyen helyes vagy. Így hangzik ez a mondat, és ez egy nagyon jó japán csajozós duma. Tehát egybe az egészet. Okaoga chisakute kawaii desu ne. Még egyszer, a vége nem stimmel teljesen. Okaoga chisakute kawaii desu ne. És akkor már csak azt kell megkérdezni, hogy eljön-e egy kávéra, és már tökéletes is a randira való elhívás. Akkor így hangzik a kávés elhívás, hogy kohiwa ikaga desu ka? Kohiwa ikaga desu ka? Kohiwa ikaga desu ka? Szuper, kezdjük el! Konnichiwa! Konnichiwa! És akkor most jön ugye a bemutatkozás. Hajimemashite! Hajimemashite. Watashi wa Jura desu. Onegai shimasu. És akkor ugye a másik ugyanezt elmondja, és a végén következik ez a csajozós numa. Ezt próbáld meg akkor most egyedül, ha már föl van írva. Okaoga chisakute kawaii desu ne. Kohi wa ikaga desu ka? Ikimashou, mondja majd a japán lány, hogy igen, elmegyek veled. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen, remélem hasznodra válik a japán nyelvtan, amit tanítottam. Imangata.